Vastag ruhában sosem jó vezetni, hanem az autós kesztyű, a hókefe. Ne hazzal! I love you. Weber Gábor vagyok, autóversenyző, szakkommentátor, és most, amíg tankolok, egy kicsit vlogger is. Ma néhány alapvető téli autóvezetési tanácsot fogok nektek bemutatni, éppen egy tankolásnyi idő alatt. Csapjunk bele! Négy fontos dolog, ami nélkül nem indulunk útnak télen az autóval. Az első. Sapka, sál, kabát, de nem az autóban. A légzsák rajtam van. A vastag ruhában sosem jó vezetni. Ez arról egyetlen kivétel van, hogyha lovaskocsival indulunk útnak. Gyite! Amennyiben egyetlen ruhadarabhoz mégis ragaszkodni szeretnénk, akkor az a kesztyű legyen. Na nem az egyújas kötött verzió, hanem az autós kesztyű. És itt a második. Érthető, hogy télen vastag talpú akár bélelt cipőt veszünk fel a hideg miatt, de tudni kell, hogy ezek zavarnak a pedál kezelésben. Ha lehet, akkor cseréljünk egy vékonyabb talpú cipőre beszálláskor. Ha nincs rá mód, akkor mindenképpen állítsuk egyel hátrébb az ülést, hogy ilyenkor is jó legyen az ülés pozíció. Állj! Mindig verjük le a havat vagy a húkását a cipőnk talpáról, mert baleset veszélyes. A síkossá vált pedálról könnyen lecsúszhat a lábunk. És akkor a harmadik. Télen alap a hókefe. Azonban, ha nem akarunk váratlanul a fényezőnél kikötni, mindjárt mutatom, soha nem a kasznihoz nyomva, csak a felületet simítva használjuk. Különben megkarcoljuk vele a fényezést. És miközben a havat takarítjuk, menjen a fűtés, és persze az ablakfűtés is. Végül a negyedik. Mindig tartsunk az autóban egy jégkaparót. Habár, ha nem kerül elő a csomagtartó aljából a tavalyi, na akkor jön az improvizáció. CD-tok. Minden autóban megtalálható, és tökéletes éle van a jégkaparáshoz. Ne hazzal! I love you. Ja, és még valami. Az ablaktörlő lapátokat mindig emeljük el indulás előtt a szélvédőtől, mert ha lefagytak, letéphetjük az éleket az első indításnál. És már tele is a tank. Indulok is. Találkozzunk a következő epizódban. Jó utat mindenkinek! Ja, és még valami. Ezt a sima indítást is a Max Motion Dieselnek köszönhetem.